szépen köszönöm, hogy eljöttek ilyen sokan ennek a jó időnek ellenére is. Én Lukocki Károly vagyok, a 17. kerületi MSZP elnöke. 2014-ben én voltam itt a jelölt, az országgyűlési képviselőjelölt. Jelentem, hogy Kőbányán már 2014-ben megunták a Fidesz hatalmát. Kulány Sándor országgyűlési képviselő barátom megnyerte Tini a körzetét. Én pedig Kőbányán az összes számos szavazókört megnyertem. Úgyhogy Kőbányának nagy-nagy köszönet ezért, hogy már akkor érezték, hogy itt valami nagyon nagy baj van. Köszöntöm Somlyódi Csabát, a Magyar Szocialista 10. kerületi elnökét. Molnár Magyar Szocialista Párt elnökét, és Bonta Lászlót, a Magyar Szocialista Párt miniszterelnök elnökét. Engedjék meg, hogy átadom a mikrofont Molnár Gyulának, Szocialista Párt elnökének. A hölgyek. Hallatszik? Igen. Szerintem méltatlanul nem kapott megfelelő tapsot Lukocki Károly, úgyhogy tapsolják meg őt is, mert én is csak ő a rendezvény házigazdája. Igyekszem úgy fordulni, hogy a rádióhullámok lássanak engem, úgyhogy bocsánatot kérek a itt állóktól. Nagyon-nagyon nagy örömmel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Egy olyan kampányban kezdtünk bele, aminek a célja nagyon egyértelmű és világos. Magyarországon úgy gondolom, hogy betelt a pohár. Az emberek jelentős része úgy gondolja, hogy változásra van szükség. Változásra van szükség, és nem még jobbra kell menni, nem még európa-ellenesebbnek kell lenni, hanem egy normális, élhető Magyarországot, európai Magyarországot kell megteremteni. Botka Lászlóval a Magyar Szocialista Párt arra tesz ígéretet. Azt kezdni most meg, hogy a következő hetekben bemutatjuk azt, hogy milyen lenne az az ország, amit a szocialisták 2018-tól a választók megbízásából vezetnének. Ma 10-ből 6,5 hét ember azt mondja, hogy elege van abból, amit Magyarországon történik. Én tegnap kim voltam a CEU tüntetésen, és azt tudom itt mindenkinek mondani, hogy a politikában vannak pillanatok, amikor azt gondolom, hogy nincs már lejjebb, és akkor mindig történik valami, és azt mondjuk, hogy ez egyszerűen hihetetlen és elképesztő, hogy meg lehet csinálni. Nem értjük, nem világos. Ez a hatalmi arrogancia, ami megmutatkozik, az egyszerűen megmagyarázhatatlan és példátlan. Ma már azt tudom mondani, hogy ami ott történt, ahogy történt, ami zajlik, az nem az oktatásról szól, az nem a Közép-Európai Egyetemről szól, az demokráciáról, jogállamról, szabadságról szól. Mi erről fogunk beszélni, erről fognak most hallani néhány gondolatot a következő percekben. És azt látjuk, hogy miközben néhányan látványosan gyarapodnak, akkor valakik azt mondják, hogy új nemzeti középosztályt építenek. De azt is látjuk, hogy az új nemzeti középosztály az nem képességek alapján, hanem a családhoz való viszony alapján dől el Magyarországon. Olyan középosztály épül, amelyik nem a szerint gyarapodik, hogy a képesség alapján ott lenne a helye, hanem gyakorlatilag korrupciós ügyek százain keresztül. És eközben az egyik legnagyobb eredménye idézőjelben jelenik kormánynak az, hogy 3 millióról 4 millióra nőtt a szegények száma. Egyre többen vannak, akik nem, vagy nagyon nehezen képesek a mindennapjukat megfinanszírozni. És azt mondják ezek a kedves urak, hogy ők már a saját lábukon állnak, vagy legalábbis a családtagjaik. Mondani, hogy vegyék észre, hogy a mi lábunkon állnak, és szeretnénk, hogyha leszállnának a lábunkról, szeretnénk, hogyha elhúznának innen. Ezen fogunk dolgozni a következő időszakban, ezen fogunk dolgozni Kőbányán, kiváló jelöltekkel, kiváló gondolattal, kiváló programokkal, és egy nagyon-nagyon jó miniszterelnök jelölttel. Engedjék meg tehát, hogy a Szocialista Párt elnökeként ajánljam önöknek, bemutassam és kérem, hogy mondjon pár szót, Botka Lászlót, a Szocialista Párt miniszterelnökéről. Köszönöm szépen, tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, és külön köszönöm, hogy ebben a rossz időben eljöttek. Bár legyünk optimisták, most, hogy átjöttem az egész városon, a város nagyobb részén szakadt az eső, úgyhogy Kőbányán már azért virul ki az ég. Ez feltétlenül azért van, mint ahogy Karcsi ezt mondta, hogy Kőbányán már 2014-ben elege lett az embereknek a Fideszből. Mi most azért dolgozunk, mert higgyék el, én azt tapasztalom, hogy az országban mindenütt elege lett az embereknek a Fideszből. Nekünk tehát
baloldaliként, szocialistaként, demokrataként az a dolgunk, hogy a következő egyesztendőben, a jövő évi választásokig mindenkit meg tudjuk győzni arról, hogy érdemes ránk szavazni, mert egy igazságosabb, élhetőbb a Magyarországot fogunk közösen teremteni saját magunknak, gyermekeinknek és az unokáinknak. Hölgyeim és uraim, következő hetekben végigjárunk az egész országot, Budapest mellett ellátogatunk minden megyében, úgyhogy bizonyára tetszenek látni, tetszettek olvasni, megismertetjük az emberekkel az új baloldali programot, aminek a legfontosabb üzenete, hogy tegyünk igazságot. Ezt az üzenetet szeretnék eljuttatni, mert én azt tapasztalom és azt látom, hogy a magyar emberek döntő többsége tudja, hogy az ország legnagyobb baja, hogy mérhetetlen igazságtalanság van, és a kormány a Fidesz igazságtalansága pedig szegénységet szül. Mindannyian tudjuk, hogy lehet sok 10 milliárd forintot Roger haverjánál eltölteni az önök adójával azért, hogy olvashassuk, hogy Magyarország erősödik és jobban teljesít. A magyar családok és a magyar emberek döntő többsége egyértelműen érzi, hogy rosszabbul él, mint korábban. Szükség van tehát arra, hogy egy új igazságosság baloldali programját hirdessük meg, és el tudjuk mondani az embereknek, hogy természetesen baloldaliként tanultunk a 2010 előtti kormányzás hibáiból is, de mindenképpen az a célunk, hogy Magyarországon a társadalom többsége, a magyar emberek többsége és a magyar családok többségének az érdeke álljon az új baloldali kormányzások a politikájában. Hogy nincs a helyzet ma Magyarországon, hölgyeim és uraim, mi tudjuk, de a számok is mutatják. Ma Magyarországon a magyar családok 50%-ának felének semmilyen vagyona nincsen. Legfeljebb az a lakás, amiben lakik, azt is egyre nehezebben tartja fent. Napról napra él, és a magyar családok több mint kétharmadának teljesíthetetlen, hogyha valami rendkívüli kiadás bejön az életébe, tehát jogosan érzik, hogy kiszolgáltatott. 45%-a a magyar családoknak a lakása mellett legfeljebb egy autóval rendelkezik, és összesen 5% a magyar családoknak az, akik mondjuk 30 millió forinttal, vagyis mondjuk 100 ezer eurónál nagyon, nagyon nagy bírva. És mit tesz ebben a helyzetben a Fidesz kormány? Minden kedvezményt az igazságtalan egykulcsos adórendszerrel, a családtámogatással, a lakás és otthonvásárlási kedvezménnyel a legmagasabb jövedelműeknek ad, miközben az átlag alatti jövedelműek, a minimálbérések, adóterhelése Magyarországon a legmagasabb az Európai Unión belül, mert mondhatnak bármit, hogy az adócsökkentés kormánya, mindenki, aki dolgozik, nagyon jól tudja, hogy a kis jövedelemből, a minimálbérből is a kormány személyi jövedelemadó és társadalombiztosítási hozzájárulás címszóval az egyharmadát alapból elveszi. Ezért mondjuk mi azt, hogy ezt meg kell fordítani, ez az ország szétszakadt, a kormány középosztályról beszél, de lényegében csak a szegények és a gazdagok világa jött létre, a magyar társadalom döntő többsége, a családok döntő többsége pedig elszegényedik. És igen, azt mondjuk, hogy ezt úgy lehet megoldani, hogyha a többség adóterhelését csökkenteni fogjuk, de ennek a forrását is meg kell nevezni. Mert akkor hiteles egy politika, hogyha azért el tudja azt mondani, hogy milyen változtatásokat akar és hogy akar igazságot tenni. Ezért mondjuk azt, hogy fizessenek a gazdagok. Fizessenek azok, akik az elmúlt évek fideszes politikájának a nyertesei lettek, akik valósi gázszerelőkből néhány éven belül az ország leggazdagabb vállalkozásának urai és tulajdonosai lettek, fizessenek azok, akik egyébként a magánkórházakba járhatnak, a magánrendelőkbe járhatnak, a gyerekeik drága magániskolákba iratkozhatják be, miközben a Fidesz lerohasztotta a közkórházakat, a közrendelőket és az iskoláknak az államokat. Ezért mondjuk mi azt, hogy aki 1 millió forintnál többet keres, az fizessen luxusadót. Ezért mondjuk mi azt, hogy akinek 100 milliónál nagyobb vagyona van, az fizessen luxusadót, és ebből a pluszpénzből 300 milliárdnak számoljuk, rendbe teszünk az egészségügyet, rendbe teszünk az oktatást, de ami a legfontosabb, javítani fogjuk a kisnyugdíjasok, az alacsony jövedelműeknek a helyzetét, ami tényleg tragikus ebben az országban. És mit csinál a Fidesz, és mire készüljük, kedves barátaim, a következő egyesztendőben? A Fidesz próbálja leplezni ezt a kudarcot, és próbálja elterelni az emberek figyelmét a valódi helyzetről, és ez egy nagyon mocska, erősi, populista eszközt veti be. Mindig ellenséget kreál, aki ellen harcolni. Ez az ellenség, ez lehet az Európai Unió, lehet a Heineken sör, és most kérem szépen, lehet Magyarország és a régió egyik legszínvonalasabb egyetem. Szeretnék egyetemben fogalmazni. A
Fidesz nem tűri a szabadságot, nem tűri a tudást, és nem tűri, hogy olyan iskolák és egyetemek legyenek ebben az országban, amelyek nem azt tanítanak, amit a Fidesz a világról gondol. Ezért egy 1-24 óra alatt hozott törvénnyel képes nemzetközi botrányt kiváltva bezáratni Magyarország és a régió egyik legszínvonalasabb egyetemét. Választási győzelmünk után, kormányra kerülésünkkor azonnal meg fogjuk semmisíteni ezt a szégyenteljes jogszabályt, amit tegnap hoztak a parlamentbe, és vissza fogjuk állítani Magyarországon a tanszabadságot és az egyetemi autonómiát. Mert mi a tudásban, a tisztességben és a szabadságban hiszünk, mert ez alapozza meg az ország jövőjét. És hát körben néznek, sokféle plakátot láttak. Rogán szomszédja most az önök 10 milliárdjait az Állítsuk be Brüsszel című plakátra tölti. Hát én erre azt mondom, és ez a mi közös feladatunk, hogy Magyarország ilyen alapvető érdeke az, hogy állítsuk meg Orbánt, tegyünk igazságot, és végre egy olyan kormány kerülje a hatalomra, ami a nép többségét képviseli. Köszönöm szépen a támogatásokat! Köszönjük szépen, és Kulány Sándor fogjátok. Köszönöm szépen! Nem fogunk elmondani kicsit pontatban. Én 1994 óta vagyok országgyűlési képviselő, és ez azért van, mert folyamatosan élvezhettem és élvezem a kébányért támogatását. Őszintén remélem, hogy azért, mert ezért a támogatásért, ezért a bizalomért megdolgoztam. Most újra a támogatásukat kérjük ahhoz, hogy igazságot tehessünk. Kérem, maradjanak velük, aki támogatni szeretné a programokat, kérem, hogy ezt aláírásával is erősítse meg, rendelkezésre állunk, beszélgessünk az igazságról, és arról, hogy hogyan fogjuk az igazságot érvényesíteni. Köszönöm szépen, maradjanak a rendőrkények!